kiviszik a hullát, a holmiukat is. A felügyelő leveszik a lapját, kimerülten leül a karosszékbe, a heverőtől balra. Változatlanul szól a hegedű zongora kísérettel. Majd a hármas szobából kilép Herbert Georg Beutler 18. század elejé kosztümben parókával. Newton. Sir Isaac Newton. Felügyelő. Richard Foss, detektív felügyelő. Ülve marad. Newton. Örvendek, nagyon örvendek. Valóban. Dörömbölést hallottam, nyögést, hörgést, emberek jönnek-mennek. Szabad kérdenem, mi történik itt? Felügyelő. Megfojtották Irene Straub nővért. Newton. A cselgáncs országos bajnokát? Felügyelő. Az országos bajnokot. Newton. Rémes. Felügyelő. Ernst Heinrich Ernesti. Newton. De hiszen hegedül. Felügyelő. Nyugalomra van szüksége. Newton. A küzdelem bizonyára kimerítette. Elég cingár. És mivel? Felügyelő. Az állólámpa zsinórjával. Newton. Az állólámpa zsinórjával. Ez is egy megoldás. Na hát, ez az Ernesti. Sajnálom. Szívből. És a cselgáncs bajnoknőt is sajnálom. Engedje meg, rendet csinálok. Felügyelő. Tessék, már elvégeztük a helyszíni szemlét. Newton. Felállítja az asztalt és a székeket. Nem tűröm a rendetlenséget. Voltaképp rendszeretetből lettem fizikus. Felállítja az állólámpát. Azért, hogy a természet látszólagos rendetlenségét visszavezessem egy magasabb rendre. Cigarettára gyújt. Zavarja a dohányzom? Felügyelő. Örömmel. Ellenkezőleg én is cigarettát akar elővenni, ő is a tárcájából. Newton. Bocsásson meg, de ha már a rendről beszélünk, itt csak a betegek dohányozhatnak. Látogatóknak tilos. Befüstölnék a szalont egy perc alatt. Felügyelő. Értem. Elteszi a tárcáját. Newton. Zavarná, ha egy pohárka konyakot? Felügyelő. Egyáltalán nem. Newton benyúl a kandallórács mögé, kiemel mögül egy konyakos üveget és egy poharat. Newton. Ez az Ernesti. Egészen feldult. Mi bírhat rá valakit, hogy megfogyson egy ápolónőt? Leül a pamlagra, tölt magának a konyakból. Felügyelő. Egyébként ön is megfojtott már egy ápolónőt. Newton. Én? Felügyelő. Dorothea Moser nővért. Newton. A birkózót? Felügyelő. Augusztus 12-én. A függöny zsinórral. Newton. De hát az egészen más, felügyelő úr. Végtére is én nem vagyok bolond, egészségére. Felügyelő. Az önére. Newton iszik. Dorothea Moser nővér. Ahogy visszaemlékszem, szalmaszőke volt. Rendkívül erős, és a súlyához képest hajlékony is. Szeretett engem, és én szerettem őt. A dilemmát csak egy függönyzsinór oldhatta meg. Felügyelő. A dilemmát? Newton. Az én feladatom a gravitáció problémáin gondolkodni, és nem egy nő szemét szeretni. Felügyelő. Értem. Newton. Ehhez jött még a roppant korkülönbség. Felügyelő. Természetesen. Ön nyilván jóval elmúlt 200 éves. Newton csodálkozva rábámul. Hogy? Felügyelő. Hát, mint Newton. Newton. Maga tényleg hülye, felügyelő úr? Vagy csak megjátsza magát? Felügyelő. Ide hallgasson. Newton. Maga komolyan azt hiszi, hogy én vagyok Newton? Felügyelő. Ön hiszi? Newton. Gyanakvóan körülnéz. Önre bízhatnék egy titkot, felügyelő úr? Felügyelő. Természetesen. Newton. Nem vagyok Sir Isaac Newton. Csak annak adom ki magam. Felügyelő. És miért? Newton. Hogy ne zavarjam meg Ernestit. Felügyelő. Nem értem. Newton. Ellentétben velem, Ernesti valóban beteg. Azt képzeli, hogy ő Albert Einstein. Felügyelő. És mi köze ehhez magának?
Newton. Ha Ernesti rájön, hogy Albert Einstein igazából én vagyok, akkor itt elszabadul a pokol. Felügyelő. Azt akarja mondani? Newton. Úgy bizony. A híres fizikus, a relativitás elmélet megalapítója én vagyok. Születtem 1879. március 14-én Ulmban. Felügyelő zavarában feláll. Örvendek. Newton szintén feláll. Szólítson egyszerűen Albertnek. Felügyelő. Engem meg Richardnak. Kezet ráznak. Newton. Biztosíthatom, hogy a Kreutzer szonátát sokkal lendületesebben játszanám, mint Ernst Heinrich Ernesti. Ez az andandét úgy játssza, hogy az már barbárság. Felügyelő. Botfülű vagyok. Newton. Üljünk le. Lehúzza a felügyelőt a pamragra, átkarolja a vállát. Newton. Richard. Felügyelő. Tessék, Albert. Newton. Most azon bosszankodik, hogy nem tartóztathat le. Felügyelő. De Albert? Newton. Az ápolónő megfojtásáért szeretne letartóztatni, vagy azért, mert én tettem lehetővé az atombombát? Felügyelő. Ugyan, Albert? Newton. Ha itt az ajtó mellett felkattintja a kapcsolót, mi történik, Richard? Felügyelő. Felgyullad a villany? Newton. Maga elektromos érintkezést hoz létre. Konyít valamit az elektromossághoz, Richard? Felügyelő. Nem vagyok fizikus. Newton. Nos, én se sokat konyítok hozzá. Csupán a természet megfigyelése nyomán bizonyos elméletet állítottam fel róla. Ezt az elméletet a matematika nyelvén leírom, és kapok néhány képletet. Ekkor jönnek a technikusok. Ők már csak a tételekkel törődnek. Úgy bánnak az elektromossággal, mint a sejem fiú a nőjével. Kihasználják. Gépeket szerkesztenek, de egy gép csak akkor használható, ha a feltalálásához vezető felismeréstől függetleníteni tudta magát. Így aztán manapság minden szamár képes rá, hogy villanykörtével világosságot gyújtson, vagy egy atombombát felrobbantson. A felügyelő vállát veregetve. És maga engem ezért akar letartóztatni, Richard. Ez nem tisztességes dolog. Felügyelő. De hát én nem akarom letartóztatni Albert. Newton. Csak mert őrültnek tart? De maga hogyan merészeli felkattintani a villanyt, ha semmit sem ért az elektromossághoz? Maga itt a bűnös, Richard. Most pedig el kell dugnom a konyakot, különben Martha Ball főnővér örjöngeni kezd. Visszadugja a konyakos üveget a kandallórács mögé, de a poharat kint hagyja. Sok szerencsét, Richard. Felügyelő. Sok szerencsét, Albert. Newton. Tartóztassa le saját magát, Richard. Ismét eltűnik a hármas szobában. Felügyelő. Most pedig egyszerűen rágyújtok. Elővesz egy szivart a tárcájából, rágyújt füstöl. Blocher belép a szárnyas ajtón. Útra készen állunk, felügyelő úr. Felügyelő. Dobbant. Én várok a főorvos nőre. Blocher. Igenis, felügyelő úr. Felügyelő lecsillapul, morog. Menj vissza a legénységgel a városba, Blocher. Majd utánatok megyek. Blocher. Parancsára, felügyelő úr. Kimegy.